Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. március 5-én este 7:30-kor. Ne ön legyen a következő. Nyugdíjasok, figyelem! Biztosított a munkaterület. Megkezdődhet az új paksi blokkok felvonulási létesítményeinek építése. Kapóra jött a hideg. Jókedvűen lubickolt a Rozmár a Dunában. A csalók és szélhámosok leggyakoribb célpontjai a nyugdíjasok, akik általában gyanútlanul és kedvesen viszonyulnak az idegenekhez. Éppen ezért sajnos gyakran előfordul, hogy más költi el a nyugdíjukat. A házaló, csaló szélhámosok leggyakoribb célpontjai az egyedül élő, idős nyugdíjas emberek. Ők ugye azért hiszékenyebbek, picit jóindulatúbbak, és talán azt gondolják a hozzájuk szólóktól, vagy a hozzájuk bekéreckedők, hogy mindenki jó szándékkal érkezik hozzájuk. És az esetek nagy száma azt bizonyítja, hogy ez nem mindig így van. A bűnözők nagyon sokféle trükkel próbálkoznak, azonban vannak olyan módszerek, amelyek többször előfordulnak, például itt Kalocsán és környékén is. A szolgáltató emberének adják ki magukat, most például a napunkban történt ilyen, hogy az áramszolgáltató emberének adják ki magukat ezek a szélhámosok, és a 90-es éveikben lévő néni gyanútlanul beengedi mind a kettőt, és fizet nekik, és kifigyelik, hogy honnan veszi elő a néni a pénzt, és bizony a maradék pénzét magukkal viszik ezek a szélhámosok. De előfordult már olyan is, hogy szokatlan módon a postást jöttek ellenőrizni az elkövetők. És elhitetti a sértettünkkel, aki szintén 80 fölött van, hogy a postás hamis bankjegyeket hagyott nála, és ezt neki meg kell vizsgálni, és mindegyiket természetesnek hamisnak ítélte, és mindegyiket magával vitte. Az a baj, hogy nagyon-nagyon széles ezeknek a szélhámosoknak a példatára, és tulajdonképpen bármivel próbálkozhatnak. És azért az idősek valóban fogékonyak rá, hiszékenyebbek, és föl sem merül bennük sajnos a gondolat, hogy ezek nem jó szándékkal érkeznek. A fent említett esetek a szakértő szerint nagy részt megelőzhetőek azzal, ha van bennünk egy kis egészséges gyanakvás, és zárjuk otthonainkat. A családi házaknál én tudom, hogy ez problémás, főleg ugye a kertvárosi részben azért egy picit nyitottabbak az emberek, ott azért falusiasabb a hangulat, de ott is bizony meg kell tanulniuk, hogy be kell zárkózni. És hogyha aki bármit akar tőlünk, az mondja el a kerítésen keresztül, nem kell őt beengedni. Ha már a kapun belül teszi a lábát, vagy a bejárati ajtón belül, onnantól kezdve sajnos nincs menekvés, és ezek a szélhámosok minden trükköt bevetnek, hogy bejussanak a ház belsőbb szobáiba, illetve hogy valamilyen módon gyanútlanul az idős sértett fölfedje a pénznek a rejtek helyét. Tóth Ferenc életműve előtt tisztelegtek szombat este a Városi Színházban. Az egykori tanító és koreográfus munkássága a színpadon és a mozivászon is felelevenedett. Az egykori kalocsai tanító, néptánc együttes alapító és országos hírű koreográfus előtt tisztelegtek halálának 20. évfordulóján a Kalocsai Városi Színházban szombat este a Kalocsai Bukréta Népművészeti Egyesület által szervezett emlékműsorral. Az a cél vezérelt bennünket, hogy emlékezzünk róla. Nem felejtjük ugye munkásságát, de mégis úgy gondoljuk, hogy egy-egy ilyen jelesebb évforduló alkalmával egy nagyszabású műsort rendezünk, ahol fölelevenítjük az ő koreográfiáit, az ő munkásságát, és hogy a nézőknek ezt bemutassuk. De nem csak a színpadi produkciókban elevenedett meg Tóth Ferenc életműve, hanem a mozivásznon is, Török László jóvoltából. Az est folyamán ugyanis egy rövid film keretében a nézők megismerkedhettek a pedagógus életútjával és az általa alapított egyesület elmúlt 20 évének eredményeivel. Az eseményen jelen volt Feri bácsi lánya, Deákné Tóth Veronika, akik köszöntő beszédében elmondta, édesapja munkásságát két szóval lehet a leginkább jellemezni, a hittel és a szorgalommal. Töretlenül hitt abban, hogy a néptánc szeretete, a művészetek megjavítják az emberek életét, boldogabbá és szebbé varázsolják a hétköznapokat. A szorgalom, amely ennek az útnak a kísérője volt, azt eredményezte, hogy gyermekek, felnőttek százai, sőt, lehet, hogy ezrei is nőttek fel a keze alatt.
Emléke és szellemisége az elmúlt évtizedek alatt sem halványult el, melyet a színpadra lépő táncosok, a nézőtéren ülő egykori tanítványok, ismerősök és barátok százai bizonyítottak szombat este. Fórumra hívja a gazdákat a NAK, vagyis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az eseményt a Művelődési Központ kamara termében tartják majd, ahol az agrárpolitikai változásokról, illetve a gazdálkodókat érintő aktualitásokról lesz szó. Az agrárpolitika várható változásairól, a vidékfejlesztési támogatások aktualitásairól és a családi gazdaságokra vonatkozó kormányrendeletről is szó esik majd a NAK által szervezett gazda fórumon. Az eseményt nem az újonnan megnyílt irodában, hanem a Művelődési Központ kamara termében tartják majd szerdán. Ez egy úgynevezett széleskörű tájékoztató, amit a Nemzeti Agrárkamara szervezésében fogunk megrendezni. Nem csak kalocsai termelőket várunk, hanem a vidékről is várjuk a mezőgazdasággal foglalkozó érdeklődőket. A kamaraterembe ez március 7-én 17 órakor fog kezdődni. Ahol szakmai főigazgatók és osztályvezetők tartanak majd előadást olyan témákban, melyek a gazdákat most leginkább érintheti. Így a végrehajtási árverésekkel kapcsolatos ezévi változásokról, a gyümölcs ültetvények kataszter létrehozásával kapcsolatos termelői kötelezettségekről, vagy a családi gazdaságok létrehozásáról, működtetéséről, illetve támogatásukról szóló kormány rendelet változásairól. Ami egy nagyon érdekes előadás lesz még, és nagyon aktuális, a 2020 után az Európai Unió költségvetésében egy új költségvetési ciklus fog kezdődni, és az első előadás mindjárt arról fog szólni, hogy mi várható a gazdák számára ebben a költségvetési ciklusban, az agrártámogatásokkal, pályázatokkal kapcsolatban. A rendezvényen való részvételhez előzetes bejelentkezés nem szükséges, viszont a helyszínen regisztrálni kell. Ez miatt kérik a gazdákat, hogy igazolványukat ne felejtsék otthon. Jelenléti évet kell ezzel kapcsolatban aláírni, ugyanis egy pályázat alapján sikerült ezeket a rendezvényeket leszervezni, és amennyiben lehetséges és nem felejtik el az őstermel igazolványokat vagy a kamarai kártyájukat hozzák el magukkal, mert abban az esetben egy kártyaolvasóval elektronikus úton ki lehet tölteni a jelenléti évet, amennyiben ezt elfelejtik hozni, természetesen lehetőség lesz tollal is aláírni ezt az évet. A Gazda Fórum március 7-én 19 órakor veszi kezdetét a Művelődési Központ kamara termében. Virágokról és kávékról esett szó a Titán Klubban, hiszen Baranyai Vivien virágkölteményekről, míg Németh Dávid barista kávékülönlegességekről mesélt a hallgatóknak a könyvtárban. Sok szából, tömött formában készült csokrok, virágdobozok és a rózsaszín minden árnyalata. Ezekről ismerhetők fel azok a kompozíciók, amik Baranyai Vivien kezei közül kerülnek ki. Kevesebb zöldet használok, szeretem azokat is, de abból is inkább a különlegesebbet szeretem, és nagyon szeretem a különleges papírokat, tehát a mintás papírokat, az egyszínű papírokat is, de hogy egy picit azért modernebb legyen, hogy egy kicsit azért menjünk a többi trend felé, úgyhogy szerintem a színéből és magából abból, ahogy kinéz, abból szerintem már tudják, hogy ez az enyém. Nem vezetett egyenes út a virágokig, eredetileg lakberendezőnek tanult. Éreztem, hogy valami hiányzik. És hát beleszerettem egy-két virágboltba, ez már ugye az internet korában ugye nem volt nehéz, és én is ilyen csodába szerettem volna dolgozni, szóval én is ilyen szépségek között szerettem volna mozogni nap, mint nap, és hát így jött, és sikerült megvalósítani. A kávé és a tea szakértője a barista. A termőterülettől kezdve az őrlés finomságán keresztül a készítés módjáig követi a kávé útját. Itt a városban is sokan betérnek egy-egy kávéra a kávézókba. Még nem vagyunk annyira fölkészülve az újdonságokra, tehát egy citromos kávénál már az mondja az ember, hogy az már kicsit sok, viszont itt Kalocsán az a tapasztalat, hogy az igazi olasz pörkölésű és igazi sötét pörkölésű kávékat szeretik. Mint a divat világában, itt is vannak trendek. Ezért is érdemes folyamatosan tovább képeznie magát a baristáknak. Majdnem minden évben változik az egész szokás a kávézási kultúra, hála Istennek egyre növekvő tendenciában, és egyre jobban elmélyednek abba, hogy, mint az előbb is mondtam, hogy milyen termőterületekről és milyen kávét válogatnak, és hogy milyen blendeket készítenek. Hivatalosan is átadta a Paks 2 ZRT a munkaterületet az első felvonulási létesítmények építéséhez. Így hamarosan megkezdődik a mintegy 80 egységből álló kiszolgáló épület együttes létesítmények.
helyettesítése. Február 27-én a PAS 2 ZRT képviselői átadták a Rosatom koncernhez tartozó ASC Engineering Company fővállalkozó számára az első felvonulási létesítmények építéséhez a munkaterületet. Az eseményen részt vett Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezésért felelős tárca nélküli miniszter, valamint Valeri Limarenko, a Paksi Atomerőművet bővítő orosz fővállalkozó társaság elnöke. Süli János kiemelte, stratégiai cél, hogy a hazai lakosság és gazdaság számára hosszú távon olcsó, folyamatosan rendelkezésre álló és biztonságos villamos energia álljon rendelkezésre, ennek a garanciája a két új paksi blokk. Hozzátette, Magyarország versenyképességének kulcsa nem az olcsó munkaerő, hanem az alacsony termelési költségek, amelyhez az olcsó és megbízható villamos energia ellátás elengedhetetlen. Valeri Limarenko, a fővállalkozó elnöke emlékeztetett arra, hogy a kormányközi megállapodás szerint a felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elérjék a 40%-os minimális lokalizáció szintet, így már a munkák ezen korai szakaszában is elsősorban magyar vállalkozások részvételére számítanak. A PAS 2 projekt társaság az illetékes építésügyi hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz is beadta az első felvonulási épület, a fővállalkozó iroda épületének építési engedély kérelmét, közben pedig megkezdődhet az épület befogadó terület előkészítése is. Jelenleg zajlik az első épületeket kivitelező cégek kiválasztása. Amint az összes feltétel rendelkezésre áll, a fizikai munkavégzés is megkezdődik a telephelyen. Igazi téli hétvégével indított a március, ami igencsak kedvezett a nemzet rozmárjának, hiszen kellően hűs volt a Duna vize. Sirilla György hosszú perceken keresztül lubickolt a meszesi habok közt. Hajrá, Kolocsa! Óriási és izgatott tömeg várta Sirilla Györgyöt a meszesi Dunaparton, hiszen a nemzet rozmárja 10 év után ismét megmártózott a néhány fokos folyóvízben Kalocsánál. 1000 körül voltak, talán még többen is. Ez az egyik, ami nagyon jól esett. A másik, hogy rettenetesen hideg volt a Duna. Kicsit rájöttem, hogy már öregszem, komolyan mondom. Régen jobban bírtam az ilyen hideg vizet, de azért megcsináltam, egy 5,5 percet voltam körülbelül benne. Tehát a rozmár nem csak a hűs habokban, hanem a kalocsai emberek szeretetében is lubickolt ezen az igencsak fagyos márciusi hétvégén. Örülök, hogy itt voltam, mert a kalocsaiakat soha nem felejtem el. Az a szeretet, hogy fogadtak, hogy futottam ki a Zoliékkal, ugye a város szívéből ide a meszesi Dunaparta, és hogy az autó konvojok jöttek az úszásomra, hát az olyan jó érzés volt, örömmel volt, amit. Hát mit érne ez az úszás, ha nem lenne közönség, nem? És hát ez, mindig arra használom fel ezt az úszást, az ilyeneket, hogy hirdetem az egészséges életmódot. Az egészséges életmód mellett saját hitvallásáról is beszélt lelkes közönségének a rendkívüli sportember. Beszéltem a szeretetről, ez volt az egyik. A szeretet az energia, amely létben tartja az embert, és ami élet, értelmet ad az életnek, biztos vagyok benne. A második a pozitív gondolkodás volt. A pozitív gondolkodás azt jelenti, hogy bármi történik velünk az életben, azt megpróbáljuk a saját jobbunkra fordítani, tanulni belőle, és minél fájdalmasabb valami az életben, lehet lelki is, annál többet lehet belőle tanulni, ez egyértelmű. A harmadik gondolat pedig a sport volt, hát sport nélkül nincs egészség. A téli időjárás és a nem mindennapi produkció másoknak is meghozta a kedvet a mozgáshoz és a kikapcsolódáshoz, hiszen rengetegen ragadtak szánkót és zsákokat, hogy csúszkálhassanak a töltés oldalában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!